Sziasztok! A videó első részében bemutattam Sas Flórát, aki árva rabszolgalányból Afrika felfedezője lett angol férje oldalán. Ez a rész a második Afrika küldetésükről, meg próbáltatásaikról szól, továbbá egy titkos naplóról. De először hallgassátok meg Baker beszédét a feleségéről. Sir Samuel White Baker, miután megköszönte az elismerést, mondandóját így fejezte be. Van még valaki, akinek köszönetet kell mondanom, és akinek őszintén fejezem ki a hálámat az önök jelenlétében. Valaki, aki bár fiatal és gyenge, de oroszlán szíve van, és akinek hűsége és bátorsága nélkül ma este nem lennék életben, és nem szólhatnék önökhöz. Elnök úr, tisztelt lordok, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam a feleségemet. Azonban a királynő fia, a trónörökös, a szárnyai alá vette a felfedező házaspárt, és próbálta anyját jobb belátásra bírni. Szerinte nem számít, hogy a házasságkötésük előtt bizalmas kapcsolatba kerültek egymással, mivel Lady Baker kiegyensúlyozott, tökéletes úri személy, hűséges és csak a férjének él. El kell fogadni, hogy mindketten nagy felfedezők. Victoria királynő megenyhült, és Bakert nevezte ki a Suezi csatorna megnyitására igyekvő angol lordok élére. A csatorna megnyitó bulija után a trónörökös félre vonta Bakert, és arról beszélt neki, hogy most új helyzet alakult ki. Kell Egyiptomba egy olyan ember, aki ismeri az ottani viszonyokat, ellenőrzi, feltérképezi a területeket, és felszabadítja a rabszolgákat. Baker elvállalta. Flórával együtt megint Egyiptomban találták magukat, majd elindultak az Arab-félszigetre gyarmatosítani. De erről a kalandról már az asszony naplót vezetett. Ebből hiteles képet kaphatunk azokról a nehézségekről, amik rájuk vártak. Az első ellenség maga a Nílus volt. Hatalmas gát állta az útjukat papíruszból, hínárból és sárból. Álltak a folyón. A szúnyogok, malária, marhavész miatt a katonák és az állatok hullottak. A megmaradt katonák verebeket próbáltak fogni, hogy csillapítsák éhségüket. Baker úgy döntött, hogy enystandolja az ott lakó törzsek szarvas marháit. Flóra leírta, hogy éjszaka a törzs rajtuk ütött és hatalmas vérfürdőt rendeztek. Megismerkedtek a helyi királlyal, akit ajándékokkal láttak el, köztük alkohollal is, de mivel erős fejfájást okozott neki és a katonáknak, azt hitték, hogy megmérgezték őket, Flóráékra támadtak. Úgy úszták meg, hogy az angol zenekar elkezdett zenélni, ettől a harcosok eldobták a fegyverüket és táncolásba kezdtek. Még több alkalommal támadtak a benszülöttek. Flóra leírja, hogy egy füves területen haladtak, és a fűben 1000 harcos kísérte őket. Nem egyszer egy-egy láncsa a lába mellett szúródott a földbe, ezért tartott magánál mindig az esernyőn kívül egy pisztolyt is az övében. Naplójában olvashatunk arról is, hogy hogyan termesztett uborkát egy ideiglenes szálláson, hogyan vart magának kék színű bengáli ruhát, azt is megemlíti, hogy van olyan törzs, aki csak fazékért és tükörért kereskedik. A pletykák szerint pedig 10 tűért már lehet venni rabszolgát, viszont a gyöngyök nem érnek semmit, mert azt nem lehetett szabad viselniük. Leírta az akkori divatot a benszülöttek között. Egy másik törzshöz tartozó fiatal vízhordó lányok szerették ezt a nehéz fizikai munkát, mert szépen csillogó gyöngyöket kaptak a munkájukért. A ruhájuk elől és hátul csak rojtokból álltak. A 15-16 éves lányok viszont sok gyöngyöt viseltek a nyakuk körül. Flóra kivívta a benszülöttek elismerését, hiszen ott élt közöttük. Ápolta a sebesülteket, etette a gyermekeket, tanította őket, beszélgetett velük. Akkoriban érdekes látvány nyújtott a fehérbőrű, hosszú, szőkehajú magyar nő, és mivel a benszülöttek tisztelték őt, hajnalcsillagnak nevezték el. Amikor végeztek a gyarmatosítással és az elfoglalt területre egy hűséges törzsi királyt helyeztek, hazamentek a dél-angliai Devonshire-be, és csöndben békében éltek. Baker 1893-ban halt meg szívinfarktusban, és az utolsó mondatai ezek voltak. Flórám, Flórám, hogy hagyhatlak el téged? Flóra 23 évvel élte túl a férjét, majd 1916-ban ő is elhunyt. Végrendeletében arra kérte a leszármazottjait, hogy mindent égessenek el. Ezért ismeretlen például a születési éve és a gyermekkora, vagy akár a pontos származása. Naplója csupán a puszta véletlennek köszönhetően került elő egy poros padlásról 100 év múlva. Leszármazottja N. Baker jelentette meg az úti naplóját Londonban 1972-ben Morning Star néven, majd magyarul is megjelent Rabszolgák földjén címmel. 2019-ben pedig emléktáblát avattak a tiszteletére Ugandában, a Nílus partján. Köszönöm, hogy megnézted a videómat!
Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!